Felkérem Csáki Pál urat, a Magyar Koalíció pártjának elnökét. Jó napot kívánok, kedves barátaim, hölgyeim és uraim! Kedves Orbán Viktor elnök úr, kedves listavezetők, kedves barátaim Esztergomból és Párkányból, az egész régióból, szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit! Miután megsúgták nekem, hogy vannak itt Odádról, Párkányról szlovák nemzetiségű barátaink is, miután mi európaiak vagyunk, engedjék meg, hogy tisztelettel szlovák nyelven is köszöntsem őket. Szeri priatelia, z druhej strany tejto krásne rieky, dovolte by som vás veľmi srdečne pozdravil na tomto podujatí. Cítite sa tu u nás, medzi nami, ako doma, ako medzi svojimi. Ďakujem pekne. Komoly kihívást jelent itt Esztergomban ma Európáról és európaiságról beszélni. Az európaiság ugyanis számunkra, magyarok számára most 2009-ben sem jelent mást, mint az élni akarásról, az esélyekről, a reményekről, tehát a jövőről beszélni. Valahol itt tölthetett jó 1000 évvel ezelőtt határozott kontúrokat az a gondolat, ha mi magyarok meg akarunk állni a történelemben, el kell fogadnunk az európai játékszabályokat. Ha a történetírók igazat mondanak, nem messze innen, a túloldalon lévő Bény község mellett jött létre az első európai politikai frigyünk is. A Marcus Aurelius tábora védműveire épült avargyűrűk között fogadtak hűséget Istvánnak a német lovagok, és innen indultak a csatába, Veszprém felé, Koppány ellen. A karddal a magyar fejekbe súlykolt érvek igaza utólag sem megkérdőjelezhető, ám több mint 1000 év után talán azt sem szentségtörés kimondani, hogy bizony Koppánynak is igaza volt valamiben. Talán abban, hogy a mi magyar létünk, a mi magyar egyediségünk Európában olyan érték, amelyet nem szabad feladnunk. Nem megtagadni magunkat, nem elveszni egy színtelen szaktalan műmasszában, hanem tovább művelve egyediségünket magyarként lelni otthonra, az önmagát újrafogalmazni kívánó kontinensen. A lényeget illetően azonban Koppány barátunk tévedett. Európát elutasítani, Európával szembe menni a vég, a totális vereség. Az integrációnak 1000 évvel ezelőtt sem volt, és ma sincs életképes alternatívája. Arra a döbbenetre is emlékszem, ami akkor fogott el, amikor az 1920-as évekből származó fényképekkel először szembesültem. Pár száz méterre tőlünk, a folyó másik oldalán, szöges drótakadályok álltak, és géppuskafészkek meredeztek a bazilika irányába. Azt hiszem, az volt az anti-Európa. Az érzékelhető formában megjelenített rossz lelkiismeret, mint ahogy a hídcsonkok is több mint 5 évtizedig. Az embertelen igyekezet, amely örökösnek szánt elválasztó határokat igyekezett emelni közénk. A jelenlegi magyarországi politikai és egyházi elitnek is címzem a mondatot, 1918-20-ban, innen nem messze, a palotában, a palota erkélyéről, egy szlovák nemzetiségű, magyarul akcentussal beszélő, kiváló érsek primás kiáltotta a világban magyarul és szlovákul, hogy nem korrekt és nem keresztényi, ami és ahogyan akkor a magyarokkal történt. Csak az empátia, a kölcsönös megértés, a tisztelet és az együttműködés szelleme lehet az, amely új minőséget tud hozni viszonyainkba. A 20. században bizony sokszor sok minden elromlott ebben a mi bukdácsoló Európánkban. És minket arra kötelez a sors, hogy modernkori sziszifuszként újra és újra nekiveselkedjünk a nemzetek közötti kiegyezés megkerülhetetlen, de bonyolult feladatának is.
Tudjuk, hogy csak ez a járható út, mint ahogy azt is tudjuk, az ilyen feladatot nem lehet egyoldalúan megvalósítani. Akkor lesz itt valódi megbékélés, ha a távolságot mindkét oldalról csökkenteni akarjuk, ami készségünk erre megkérdőjelezhetetlen, de szlovák kollégáinknak is el kell jönniük a képzelt út közepéig. Az első és legfontosabb feladat, hogy nem szabad ellenséget látunk egymásban. Igen, a fiatalokkal és a tankönyvekkel kell kezdenünk, itt is ki kell mondanunk, hogy hazug mítoszoktól meg kell szabadulnunk. Nem igaz, nem létezett ezer éves elnyomás, és nem szabad a 19. század végi és a 20. századi elejé zavarokat a két nemzet közötti kapcsolatok origójába állítani. Az európai egységesülés éppen azt jelenti, hogy a jó magyar patrióta és a jó szlovák patrióta most ugyanazt a vektort követheti. A civilizált európai együttélés vektorát, amely egymás kölcsönös, megismétlem és aláhúzom, kölcsönös tiszteletét és elfogadását jelenti. Ez persze nem az államnyelv szigorítására szóló törvények, és nem a másik nemzet megsértését célzó pálinkagőzös megnyilvánulások szükségeltetnek. Nekem meggyőződésem, hogy a civilizált magyarnak és a civilizált szlováknak valóban nem szabad, hogy gondja legyen egymással, hiszen az érdekünk ugyanaz. Békében élni egymás mellett, gyarapodni szellemiekben és anyagiakban egyaránt. Mi Szlovákia lojális állampolgárai vagyunk, a Magyar Koalíció pártja parlamenti képviselői az egyedüliek a szlovák parlamentben, akik soha nem szavaztak meg olyan javaslatot, amelynél felmerült az alkotmányos ellenesség gyanúja. Mi soha egyetlen sértő szót nem tettünk, és nem teszünk, és nem fogunk tenni a szlovák népre, amelyet tisztelünk, és amellyel megértésben akarunk érni. Ugyanakkor az identitásunkból és a büszkeségünkből sem engedünk egy jottányit sem. Tisztelünk mindenkit, de a tiszteletet önmagunkkal szemben is megkérjük. Nem vagyunk másodrangú állampolgárok, és az MS státuszba szorítani akaró igyekezeteket elutasítjuk. Visszautasítjuk azokat a manipulációkat is, amelyeknek sokszor lehetünk tanúi, és amelyeknek a célja az volt, hogy leválasszák az MKP, a Magyar Koalíció pártja vezetését a szlovákiai magyar társadalomról, elszigeteljenek bennünket magyarországi és európai szövetségeseinktől, vagy szembeállítsanak bennünket egymással. Szlovákiában, Romániában, Szerbiában, Ukrajnában, és talán másutt is, nem minden politikus tudatosít. Nem az az igazi államférfi, aki az árral együtt úszik, még csak az sem, aki Murphy ajánlásai szerint mindig talál egy tömeget, amely valamerre masírozik, és ügyesen idekorán annak az élére áll. Az államférfi az, aki fel tudja mérni népe érdekét, és az adott helyzetben úgy képes tenni érte, hogy vállalja a nehézségeket is, a népszerűtlenséget is, egy célért, egy vízióért, amelyről meg van győződve, hogy helyes. Nem mítoszokat gyárt, nem a könnyű megoldásokat választja, hanem újkori Mózesként képes szembefordulni az aranyborjú imádóival is, és képes népét új magaslatokra vezetni. Ehhez kell az igazi elszántság, erre mondhatjuk mindannyian, hogy ez az igazi férfi munka. Azt hiszem tehát, kedves barátaim, hasonló kihívás vár mindannyiunkra. Megtalálni, megalkotni a mi közös helyünket a 21. század Európájában. Hogyha nem adjuk fel magunkat, akkor az esélyünk is van, és jövünk is van. Akkor, ha elmegyünk szavazni 6-án Odát, 7-én itt. Tegyük ezt a jövő érdekében. Köszönöm, hogy meghallgattatok.